Renáta, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásomat, egy kávéra és ezzel együtt egy beszélgetésre is. Hogyan szoktad inni a kávét, feketén vagy fehéren? Fehéren iszom a kávét, én is köszönöm, hogy meghívtál, nagyon jó itt lenni. Jó, és akkor még egy finomságot is kapunk, mert bizonyára megérdemeljük. Nádas Hajnalka elkészítette a műsor nevével azonos elnevezésű süteményt, amit szeretném, hogyha te is megkóstolnál. Ó, köszönöm szépen. Mai vendégem az a nyíregyházi divattervező hölgy, akinek a mindennapjai által az egész élete az alkotásról, a kreativitásról, egyben a szépségről és az egyediségről szól. Mindezt azokban a ruhakölteményekben valósítja meg, amelyek igazi örömöt okoznak viselőjük számára. Egy-egy egyedi menyasszonyi ruháért vagy alkalmi kreációért a hölgyek képesek a kontinens egész távoli pontjairól is ideutazni Nyíregyházára. Újabb üzletnyitás, divatbemutatók az ország több pontján, országos szintű rendezvények egyre több egyedi rabócsi modellel. Igazi boldogság mindez annak a szerény és egyben önzetlen szakembernek, aki a tudást nem csak magának akarja, hanem szívesen át is adja. Értékeli és elismeri tanulói ötleteit is. Vendégem Rabócsi Renáta, divattervező, ruhakészítő, aki szívesen mesélt munkájáról és terveiről egy kávé mellett, feketén, fehéren. Nagyon köszönöm neked, hogy több ruhát hoztál magaddal, mint amennyire szükséged volt, amikor felöltöztél, mert azt hiszem, hogy így több területen tudunk egy kis ízelítőt adni a kedves nézőknek, még egy ilyen jellegű műsorban is, abból, ami a te hétköznapjaidat kitölti. Mióta tölti ki a hétköznapjaidat az, hogy ilyen szinten alkotsz, hogy akár egy hétköznap is viselhető ruhadarabot hozol létre, vagy akár egy ilyen egyedi, különleges ruhát? 15 éve foglalkozom ruhakészítéssel, és inkább az egyedi alkalmi és esküvői ruhák az, ami a kezdetektől velem vannak. Mint Szilver Rózra Bucs Renáta kezdtem el csinálni egyedi alkalmi ruhát, mennyasszonyi ruhát, és igazából a tavalyi évben indult az, hogy akár utcai viseletet is, elegánsabb, de mégis utcai viseletet, hogy a hétköznapokban is hordhatóak legyenek a ruháim. Ezek a kedves kliensek igényei voltak, vagy érezted, hogy talán nyitni kell ebben az irányban? Engem az élet visz mindig azokra a területekre, amit csinálok, és egyre többen kérték azt, hogy elegáns utcai viselet, hétköznapokban is hordható viseleteket készítsek. Elsőként kinek készítettél? Magadnak? Nem. Az biztos, hogy nem magamnak. Érdekes egyébként, mert még iskolában már elkezdtem készíteni ruhákat, és osztálytársaimnak is, tehát hiába ugyanazt a szakmát tanultuk is, ugyanazt csináltuk, vagy ugyanazon a célon dolgoztunk, mégis én készítettem az osztálytársaim ruháit. És itt hölgyekre, lányokra kell gondolni, igen, ugye? Igen, igen. Hölgyeknek dolgozol? Hölgyek számára? Csak női ruhakészítéssel foglalkozott, tehát férfi ruhával nem. Amikor ma felálltál és eljöttél erre a beszélgetésre, éppen mit hagytál félbe, vagy mit hagytál ott? Ez egy érdekes nap, mert ma semmit. No. Tehát úgy nyilván komplett a varodát, de ma nem mentem be előtte dolgozni, kicsit pihentem. És azon túl, hogy kreáltok minden nap a munkatársaiddal, azon túl most már neked az üzletpolitikádon is gondolkodni kell, hiszen ahhoz, hogy a Magyarországon élő hölgyek, vagy akár nem csak a Magyarországon élő hölgyek rabócsi ruhát lássanak, hogy belebotoljanak, ahhoz nem kell feltétlenül Nyíregyházára jönni, hiszen a fővárosban is megtehetik,
vagy akár Európa más pontján is. Ezek az igények az ország más területeiről, vagy a kontinens más részéről mikor jöttek? Mikor találtak meg téged? Igazából az első perctől fogva eljöttek hozzám az emberek Nyíregyházára is, az ország bármely pontjáról, vagy akár külföldről is. Ez csak inkább segítség, hogy más városokban is vannak ruháink, meg nagyobb vendégkört tudunk így lefedni azzal, hogy más üzletekben megtalálhatók a ruhák. Én azt olvastam rólad, hogy te nem szoktad magad reklámozni a munkádat, az idézőjelbe teszem a termékeidet, hanem a híred, a ruhák híre, az ugye szájról szájra terjed, illetve ha valaki látja, akkor mondjuk úgy, hogy magáért beszél. Ez így van. Ez kifizetődő? Vagy ez inkább neked belül lelkileg számít? Mármint, hogy nem kell reklámoznom? Tehát az, hogy így döntöttél, hogy ez ezen az úton haladjon? Ez nem döntés. Tehát azért elindulunk, minden ember elindul saját szakmájában csinálni valamit, és akkor az egy idő után növekszik. Most az ember vagy növekszik vele, vagy nem. De mivel, hogy nekem a növekedés állandó, nincs megszakítás, nincs szükségem reklámra, ezért nem reklámozok. Jelenleg 14-en dolgozunk tanulókkal együtt. Folyamatosan tudunk bővülni, amíg a helyünk és a kapacitásunk engedi. De nyilván, hogyha eljutunk arra a szintre, hogy nagyobb varodával tudunk nagy tételben gyártani, akkor már reklámra is szükségem lesz, mert nyilván akkor van a termék, amit el tudok adni. De ha van a kapacitásom, hogy egy hónapban 100 ruhát tudok elkészíteni, akkor feleslegesen reklámozok be 200 ruhát, amikor nincs. Hogyan néz ki nálatok az a folyamat, amikor az első gondolatból, vagy a felmerülő igényből kész ruha lesz? Most egyedi megrendelésről beszélünk. Igen. Egyedi megrendeléskor megkeres minket a vendég, most inspirációt, hogy mi az, amire ő gondol, beszélgetünk. Nyilván a végeredmény az úgyis az lesz, amit én készítek el. Tehát az én ízlésemnek meg kell felelnie azzal a gondolattal, ami az ő fejében van. És ezt kell összehoznunk. Nagyon sokszor van úgy, hogy órákig beszélgetünk egy ruháról, és valami nem áll össze. És addig viszont nem engedem el a hölgyet, amíg meg nem beszéljük azt, hogy milyen a ruha végleges formája, hogy pontos képet lásson ő is arról, hogy milyen lesz a ruha, és én is arról, hogy hogyan kell ezt elkészíteni. Itt a tervezés része ez igazából, amikor egyeztetünk, hogy nézzen ki a ruha, milyen legyen a végső formája, ami persze közben alakul, mert jön az első próba, ami nagyon-nagyon vázlatosnak nevezném, mert minden nagy, minden bő, minden hosszú. Ilyenkor felveszi a ruha a hölgy alakját, ami neki a legelőnyösebb, és ezután még attól függ, milyen ruháról beszélünk, mert asszonyi ruha azért tud 4-5-6-7 próbával is elkészülni, attól függ, hogy mennyire nagy ruháról, mennyire díszített ruháról, vagy mennyire testvonalát követő ruháról beszélünk. És ez mind Nyíregyházán zajlik? Az egyedi méretes nőiről készítés, igen. És honnan képesek a mennyasszonyok, vagy tehát nem feltétlenül mindenki mennyasszony, aki megkeres téged, tehát a megrendelők honnan képesek elutazni idáig? Márhonnan. Komolyan? Volt olyan hölgy, aki Kölnből jött, tehát vett egy repülőjegyet, bérelt autót, eljött megpróbálni egy ruhát, visszaült az autóba, és visszarepült Kölnbe. Tehát ez ennyi. Ezek az igazi megerősítések, hogy tehát ennyire elszánt valaki, hogy tényleg azt akarja, amire te vagy képes? Honnan tudják, hogy mire vagy képes egyáltalán? Szerintem a munkáim magukért beszélnek, tehát nyilvánvalóan tetszik az embereknek. Nagyon sokszor van egy-egy modell, amit tényleg csak én készítek, és nem találják meg. Most
a nagy szoknyás mennyasszonyi ruhákért szinte csak külföldről jelentkeznek, mert azzal a címszóval, hogy máshol nem találtam ekkora szoknyát. Ezt nagyon szeretem. Nagy látványos, már-már színházias, színpadias, nagy ruhák. Nyilván közel áll hozzám a színház, és én ezeket nagyon szeretem. Tehát ezen mindenkinek megakad a szeme, mindenki számára okoz egy élményt, nem feltétlenül csak annak, aki viseli azon az adott eseményen. Kislányként is elbűvöltek a szép ruhák, vagy hogyan emlékszel erre vissza? Vagy ott gyökerezik az egész? Szerintem igen. Ez velem született dolog. Abszolút. Akár emlékszel valami olyan konkrét eseményre, hogy belebújtál? Jaj, hát az egyfolytában, persze. Anya szoknyáit egymásra vettem, hogy minél nagyobb szoknyám legyen, ez egyértelmű. De a készítés is, tehát én azt hiszem, hogy még általános iskola előtt volt egy nagyon jó barátnőm, egy néni, ilyen 80 körül volt ő akkor, és volt egy lábbalhajtós csepel, vagy zinger, nem is emlékszem milyen varrógépe, de ő megtanított azon varni, mondom, általános iskola előtt, tehát ilyen 5-6 éves koromban, és én ruhát vartam már akkor is. Milyen ruhát tudtál akkor megvarni? Ne gondolj nagy dolgok. Nem, egy kéz darab készült el. Igen, nyilván legtöbbször babaruha formájában, de igen, kéz darab. Amikor találkozol egy hölgyel, és az lesz az eredmény, hogy lesz egy rabócsia, lesz egy egyedi ruhája, akkor el tudom képzelni, hogy gyakran nézel rá, vagy folyamatosan nézed őt. Tehát akár a arcvonalak, hajszín, hajhosszúság, kisugárzása, bármi befolyásoló tényező lehet abban, hogy most csillogni fog a ruhája, nem fog csillogni. Mindenhez be tudod szerezni a megfelelő anyagokat? Tehát amit kigondolsz a fejedben, megvannak azok a csatornák, hogy minden megvalósítható legyen? Minden megvalósítható, de viszont csatornákra még szükség lenne. Én nagyon-nagyon szeretem megváltoztatni az anyagok felületi struktúráját, kinézetét azért, hogy olyan ruhát hozzak létre, amit nem lehet még egyszer elkészíteni. Itt gondolok a kézi festésre például. Most vannak új és egyéb ötleteim, de célom az, hogy olyan ruhákat csináljak, amit más nem tud elkészíteni. Azt hiszem, hogy ezt már többen megírták, és az országos média, írott sajtó is foglalkozik a te ruháiddal. Hát elsősorban nyilván azért is, mert olyan hölgyek is magukra öltöttek már Rabócsi Renáta ruhát, akiket azért látunk országos eseményeken. Nagyon jól eső jelzés az, hogy egy olyan ember választja az én ruhámat, aki felvehetne egy Diort, vagy egy Chanelt, vagy bármit, és mégis azt mondja, hogy neki az én ruhám kell. Ez fantasztikus jelzés. Itt beszélek sztárokról, akik tényleg olyan alkalmokon jelennek meg, Sztori Gála, Glamour Gála, nagy rendezvények. Tényleg bármilyen ruhát felvehetnének, és mégis az én ruhámat választják, ez fantasztikus érzés. De azok a hölgyek, akik nem hírességek, és lehet, hogy az életükben egyszer lesz az életük álma ruhája, és azt én készíthetem el, és ő olyan benne, mint amilyen soha többet nem lesz, valószínűleg, vagy legalábbis nagyon kevés esemény alkalmával, az sokkal szenzációsabb nekem. Tehát, hogy a bizalmat megszavazza, hogy az élete ruháját én készíthetem el. Mennyire tudsz benne lenni ezekbe az élményekbe? Tehát van olyan, amikor jelen is vagy akár? Mikor viselik? Igen. Tehát nagyon sok
helyre meghívnak, de most akár beszélhetünk celebekről, vagy vendégeimről, akiknek esküvőre készítek, vagy nagy rendezvényre ruhákat, igen, meghívnak. Már most nyilván kevesebb rendezvényen tudok részt venni, de az tényleg egy fantasztikus dolog, amikor a vőlegény először meglátja a mennyasszonyát. Azt külső szemlélőként is egy hatalmas élmény átélni, és tehát van, amikor ezt heteken keresztül minden héten átélem, és ez fantasztikus dolog. A te üzletedben, itt Nyíregyházán, férfiak nem is igen szoktak menni? Nagyon ritka, sőt, hogyha férfi segítségre van szükség, akkor is inkább azt tesszük meg, hogy odaadjuk a ruhát, vidd haza, próbáld fel neki, és majd hozd vissza, hogy mit döntöttetek. Nem jönnek. Magadnak mikor találtál ki, terveztél legutóbb valamilyen ruhadarabot? Decemberben kellett mennünk egy záróvacsorára, ott saját tervezésű egyedi szoknya volt rajtam, Rabucci felsővel. És milyen színben pompáztál? Fekete bordó. Amit hoztál magaddal, erről mit tudhatunk erről a ruháról, vagy kompozíciónak is nevezhetném? Most novemberben volt egy kampányfotózásunk, és a kampányfotózásunk egyik része ez a ruha. Gulcsár Edinával fotóztunk, a Letilkóriában gyönyörű fotók születtek. Igazából sorozatban gyártjuk a hosszú ruhát, és a kabát rajta az, ami különlegesebbé vagy egyedivé teszi. Nyilván ez egy nagyobb, látványosabb dolog, nem biztos, hogy így fogjuk viselni utcán, majd változtatunk rajta. Ez tényleg a látvány kedvéért készült. Egyébként az országban melyek azok a pontok, ahol láthatjuk a ruhadarabjaitokat? Nyíregyházán, Debrecenben, Budapesten és február 9-től Győrben. És ha elhagyjuk az országhatárokat, akkor mit említenél meg? Spanyolországban, Mallorca szigetén van egy üzlet, amit egyébként egy nyíregyházi születésű lány vezet. Az ő tulajdona az üzlet, és kizárólag Rabucci ruhákat forgalmaz. Na hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy mikor lesz annyi tapasztalat, vagy van-e már tapasztalatotok ez ügyben, hogy hogyan fognak ott lelkesedni, hogyan fognak viszonyulni a ruháid iránt? Nagyon tetszik ott is. Mindig azt mondja Orsi, hogy videóra kellene venni az emberek arckifejezését, amikor meglátják a ruháimat. A spanyol üzlet a legnagyobb nyomás arra, hogy az alkalmi ruhán kívül készítsünk utcai viseletet is. Említetted, hogy 14-en vagytok, akik jelenleg együtt dolgoztok. Erősítitek egymás munkáját, és ezt gondolom, hogy akár befolyásoljátok is egymás gondolatmenetét vagy terveit. Egyszerre hány alkotáson tudtok dolgozni? Nagyon sokan. Tehát négy varrónő van fixen, aki varrógép mellett ül. Tehát ténylegesen akkor négy ruha készülhet egyszerre. Uh-huh. De vannak kézivaró lányok, vannak szabászok, ők azokat a ruhákat készítik, amit megterveztünk. Volt már Renáta olyan, amióta fogadod a hölgyek kéréseit, igényeit, hogy nem vállaltad el valakinek a felkérését, vagy a megrendelését? Nagyon-nagyon törekszem arra, hogy mindenkinek elkészítsem azt, amit szeretne. Tehát akár az idő rövidsége miatt, vagy az elképzelés nem volt feltétlenül kivitelezhető. Mert ugye az is lehet, hogy egy ilyen komolyabb ruha elkészítéséhez nem áll rendelkezésre elég idő például. Ezzel az időgonddal leginkább most küzdünk az utóbbi néhány hónapban. Általában erőn felül vállalok. Az nem jelent problémát, hogy éjszaka dolgozni kell, vagy 2-3 napokat kell lehúzni egyfolytában, de elkészüljön az a ruha, amit megrendeltek. Lehet, hogy volt, és egyébként lehet, hogy ezt egy kicsit sűríteni kellene,
hogy nem vállalni el mindent, és nem azért, mert nem akarom, hanem pont azért, mert szükségünk van egy menetre, amihez tartjuk magunkat. És hogy minőségi munkát tudjatok végezni. Minőségi munkát végzünk, kétségtelenül, csak van egy saját rendünk, amit be kellene tartani, erősebben be kellene tartani. Azt el tudom képzelni, hogy amikor az általad említett beszélgetés megtörténik a hölggyel, aki megkeres téged, méretvétel és megbeszélések és egyebek, tehát el tudom képzelni, hogy te ott már látod a ruhát, ugye? Igen. Tehát ott összeáll a kép. Viszont tovább gondolva az is belefér, hogy ahogy készítitek, az a ruha azért változik. Folyamatosan. Ja, hogy ez ilyen állandó? Igen. Igen. És akkor mit szólnak hozzá a hölgyek, amikor beszéltetek valamiről, és lehet, ja, hogy általában nem tőlem változik. Ja. Uh-huh. Vagy ez inkább közös dolog. Tehát van egy vonal, amin elindulunk, és nyilván, amikor már rajta a ruha, akkor látjuk, hogy na, erre még kellene két rétegtől, hogy elérjük azt a mennyiséget, amit szeretnénk, vagy ide még kellene egy virágdísz, vagy kristály, vagy bármi. Tehát, de olyan apróságig, hogy például mindenki, mennyasszonyokról beszélek újra, mindenki tiltakozik a fátyol ellen, és amikor kész a ruha is, úgy csak hagyd mutassam már meg, milyen lenne fátyollal, akkor így látom minden hölgyen azt, hogy hát na most könyvbe lábadt a személy, és azt mondja, jó, igazad van, kell ez a fátyol. Ez apróság ugyan, de ez is egy változás. Nagyon-nagyon szívesen beszélsz ezekről a mennyasszonyi ruhákról. Nyilván az idézőjeles munkaidődnek nagy részét akkor ezek a gyönyörű mennyasszonyi ruhaköltemények töltik ki. Lehet mondani, hogy a legtöbb anyag fehér színű, amit felhasználtok akkor? Ez egy... nem. Már most nem. Tehát már most nem nagyon, a nagyon... már mint összességében nyilván már most készítünk nagyon sok tőszoknyát, ami nagyon nagy standard nálunk, színes ruhákat, stb. De igen, tehát nagyon, a legtöbb az mennyasszonyi. Melyik fazont szeretik a legjobban a hölgyek, vagy ezt is teljesen úgy kell elképzelnünk, hogy nagyon vadul, teljesen más fazonok készülnek, vagy lehet azt mondani, hogy nagyot szeretnének, sokat szeretnének magukra venni, csillogni akarnak, vagy inkább egyszerűen nagyszerűek szeretnének lenni? Általában a két véglet van, a nagyot szeretnének és csillogni akarnak egyszerre, illetve a nagyon-nagyon visszafogott és szolid és egyszerű. Igazából ezek azok a ruhák, amik kevésbé megtalálhatóak készen is, illetve én azt gondolom, hogy én is maga vagyok a túlzás, tehát én eleve nagy és csillogó ruhákat készítek, tehát már azok a hölgyek keresnek meg, akik tudják, hogy ők ilyet szeretnének, és én tudom ezt elkészíteni nekik. Én nem tudom, de gondolom, hogy azért ilyen kiállításokon biztos, hogy megjelensz a kontinensen, itt-ott, ahol esküvői ruhákat lehet látni, vagy akár már vittél is ruhákat ilyen helyre? Nem vittem, nem, de nyilván célunk, igen. És hol, melyik európai városban van olyan szintű kiállítás szerinted, ahol érdemes lenne megjelenni és megmutatni azt, hogy most már te is itt vagy? Ez nincs így belőve város, hogy itt szeretnék. Nyilván, ahol az elején mondtam, hogy az élet engem mindig visz valami irányba. Nyilván vannak terveink, de ez nem egy belőtt cél, hogy párizsi esküvői kiállításon szeretnénk részt venni. Én szeretem azért, hogyha meghívnak. És tudok várni. Tehát visz az élet, viszont hív egy meghívó. Igen. Vagy egy felkérés. Igen. Te próbáltál már felmennyasszonyi ruhát? Vagy van neked? Vagy a magadét? Azt? Szerintem nem szoktam felpróbálni. Legalábbis nagyon-nagyon ritka, ha muszáj. Tehát azért az üzletben, a szalonban, a varodában néha fel kell venni egy-egy dolgot, hogy lássuk, hogy áll az emberen. Ha
csak az én méretem az a ruha, és csak én tudom felpróbálni, akkor nyilván látni kell, mert a babán nem olyan. Akkor felveszem, de én nem emlékszem egyébként olyanra, hogy rajta mennyasszonyi ruha lett volna. De úgy az életben sem volt még? Nem. Tehát nem voltál még mennyasszonyi ruhában? Vagyis nem mondtad még ki a boldogító igent? Nem. Akkor ez még várat magára. Nem is szeretném. Nem is szeretnéd? Nem. Akkor kívülről szemléled ezeket az eseményeket? Igen. Nagyon sokan kérdezték, hogy miért. Egyébként van rá egy logikus magyarázatom egyébként. Én minden mennyasszonnyal megélem a készülődést. Ugyanúgy izgulok értük. A szombatjaim az borzasztóak, tehát teljesen oda vagyok minden esküvő. Kicsúcsosodik a hét. Igen. Minden esküvő alkalmával, és lehet, hogyha túl lennék rajta, már nem izgulnék ennyire másokért. Viszont te szereted ezt, hogy izgulsz másokért. Persze. Ennyire. Aha. Igen. Megkérdezhetem, hogy a legtávolabbi időpont, amikorra van felkérésed mennyasszonyi ruhára, az mikori dátum? Csak 2019. 2019. És idén tudod, hogy hány mennyasszonyért kell izgulni per pillanat most? Nem. Nem. Akkor többen vannak valószínűleg. Igen. Tehát a május és a szeptember az fixen sokszorosan tele van. És nem csak Nyíregyházán fogsz izgulni a Mi volt az a legtávolabbi pont, ahova el tudtál menni, hogy együtt legyél a mennyasszonyoddal idézőjelesen? Csak a környékre. Csak a környékre. Ha? Csak a környék. Miskolc szerintem a legtávolabb, és Miskolc környék a legtávolabb, ahol voltam, illetve Budapest. És ha kérdezhetek ilyet, ilyen szép egyedi ruhák elkészítése alkalmával, mi volt az a legnagyobb anyagmennyiség, amit fel kellett használnotok? A mennyasszonyi ruhák, a nagy szoknyás mennyasszonyi ruhák, akár 2-300 métertől is állnak. Mennyi? Sőt, lehet keveset mondtam. Több száz méternyi anyag? Több száz méternyi anyag, igen. Akkor nektek mekkora raktáratok van, vagy nem tudom, hol tároljátok? Már a nyakunkon is anyag van. Hol töltődsz? Tehát, hogyha úgy érzed, hogy sok, ki tudod-e magad vonni a forgalomból? Én nagyon szeretek otthon lenni. Egy nagyon-nagyon szép házban élünk. Körülöttünk csend. És otthon, amikor tudom, hogy mindenki rendben van, mindenki körülöttem van, és nem kell izgulni senkiért, akkor ott otthon tudok pihenni. Otthon, édes otthon. Igen. Köszönöm szépen. Én is köszönöm. A feketén-fehéren sütemény megalkotója a Drazsé cukrászda. A műsor támogatja a Máté Szalkai 15-ös számú Delikátesz ABC, a Reál Üzletlánc tagja.